bemutatjuk a Tündéri nők című filmet. Szereplők: Alberto Sordi, Gera Zoltán, Cappuccine, Olga Villi, Antoni Steel. Magyar hangok: Földi Teri, Váradi Hédi, Velencei István. Írta: Rodolfo Sonego. Rendezte: Antonio Pietrangeli. Hé, halló! Tisztára megőrültek, elrontják a tűzijátékot. Ernesto, kérem, nézzen utána. Mély tiszteletem, gróf. Á, Giovanni, magát küldték? Igen. Nem sikerült állandó helyet találnia? Sajnos nem könnyű manapság, grófnő. Épp arra szeretném kérni, hogyha kegyeskedne a vendégeknek megemlíteni szerény személyemet, mint inasi sofőr, bárhol helyt állok, nem valana szégyen. Jó, Giovanni, de pillanatnyilag más dolgom van. Azt se tudom, hol áll a fejem, annyi mindent kell még elintéznem. Hé, vegye le onnan, hányszor mondjam még, hogyan csinálja? Úgy örülök, mennyire örülök, hogy eljöttetek. Ciao, Suni. Ciao, Carla, drágám. Majd beszélgetünk egy kicsit. Alig várom. How do you do? Good evening. How nice to see you here. Thank you. Asszonyom, de kedves. Ugyan, Suni. Jaj, bocsáss meg, mama. Vittória, drága. Jó estét. Olyan szép vagy, hogy mindjárt megpukkadok. Egész nyugodtan. Gilbert, Sheri, merci d'être venu. Tomaszini mérnök úr, hogy van? Üdvözlöm, grófné, milyen szép ma este. Köszönöm. Mr. Stanton, how do you do? Fine, just fine. Where is your wife? Sorry, she couldn't come. Lovely place you have, madame. Thank you. Shall we have a dance? Egyik napon csak húst, másikon csak sajtot. Mivel szolgálhatok? Harmadikon gyümölcsöt. Parancsoljon, hölgyem. Kaviár, magyar szalámi, kaviár, lazac. Köszönöm, kérek. Magyar szalámi? De nem kérsz? Nem, szigorúan diétázom. Legalább egy szendvicset egy. Én még egy szendvicstől is hízom. Eltúlott a hölgyet. Nézze, tisztelendő úr, nekem olyan furcsa egy civil ruhás pap, mint egy mennyasszony farmerben az oltár előtt. Gyerekkoromban csodáltam apámat tábornoki egyenruhában, de civilben csúnyának, nevetségesnek tűnt. Pedig a népi bölcsesség évszázadok óta azt tartja, hogy nem a ruha teszi az embert. Igen, persze, pizsamában is lehet forradalmat csinálni. De a forradalom vezérét mégsem abban ábrázolják. Lehet, hogy túlságosan hagyománytisztelő vagyok, de én ezt nem tartom hátránynak. Például a karácsonyi... Szendvics, lazac, kaviár, magyar szalámi, mivel szolgálhatok? Hova legyen? Áll, modortalan? Bocsánat, pardon. Ott hagytam abba, hogy a hölgyem, szendvics, lazac, magyar szalámi. Egy korty viszkit legyen szíves. Egy korty viszki, igenis. Részemről a karácsonyi... G.P. Valentine, black and white. Black and white. Black and white. Ahogy mondtam, szeretem a karácsonyi ebédet, a hitvesi hűséget és a szoknyás papokat. Hogyne, a hitvesi hűség, a szent karácsony nekem, mint Isten szolgájának, szintén kedves. De mint férfinak... Simán vagy szótában? Mint férfinak... Menj már, menj innen a csodába! Nekem, mint férfinak jobban áll ez az öltözék. Simán vagy szótában? Simán, köszönöm. Simán. Látja, épp erről van szó. Egy pap, mint férfi... Így kéri? Még egy kicsit. Ó. Szerintem a hagyományos reverenda... Szóljon a hölgy, ha elég. Szerintem egy pap legyen pap, köszönöm, elég. Igenis, parancsoljon. Halló, fiam, hozzá a többit. Parancsol, grófnő. Hozzon ide vodkát. Azonnal, grófnő, hozom. Ezt vedd el. Jaj, mi az Isten? Jaj, bocsánat, hölgyem, nem vettem gyere észre. Ide. Nem ütöttem meg? Ide, sűs. Tessék. Vagy valami innivaló. Igen, asszonyom. Parancsoljon. Tölts még bele. Igen. Folytasd. Így megfelel? Gyere csak, mondd jól, mulat. Szerényen, diszkréten, asszonyom. Hát te nem iszol, ha? Munka közben soha, asszonyom.
Ide figyelj, fiúka. Mondd, nem vagy fáradt? Egy icipicit, asszonyom. Akkor ülj le és beszélgessünk. Nem tehetem, asszonyom. De hogy is nem teheted, ülj le szépen mellém. Nem szabad, hölgyem. De igen. Bár tehetném, hölgyem. Ülj csak le nyugodtan, ha mondom. Ön megengedi, mégsem tehetem. Szabad? Parancsoljon. Tedd el. Nem, köszönöm, asszonyom. Neked ajándékozom. Köszönöm, vegye úgy, hogy elfogadtam. Köszönöm. Eddig már megittak 30 üveg viszkit és 40 üveg pezsgőt, jótékony célú rendezvény ürügyén. Vajon mennyi fogyhat, amikor estét adnak? A kamillateát. Giovanni, a kamillateát. Már is? Viszem a kamillateát. Hova? A 6. emeleti vendégszobába. Ha nem felel, akkor is vigye be. Értettem. Mi van, a részeg? Szeretném tudni, ki nem részeg ma. Ők így jótékonykodnak. Evelyn, darling. Téved, férfi vagyok, uram. Sorry. Ó, pardon. Bocsánat. Eredj nyugodtan. Menj már. Köszönöm. Asszonyom. Asszonyom. Szerelmem. A kamillatea, asszonyom. Ah, tedd csak oda le. Igen. Szerelmem, vetköztes le. Én? Hiszen már levetkőzött, asszonyom. Mégis melegem van. Asszonyom, vigyázzon, mindjárt leesik. Gyere, maradj velem. Asszonyom. Maradj velem. Ön túl sokat ivott, asszonyom. Szólítsál Mártának. Asszonyom, én a pincér vagyok. Bárki benyithat. Szoríts magadhoz, okoz fájdalmat. Térjen magához, asszonyom. Mondd, hogy a rabszolgád vagyok. Nem. De, mondd. Nem. De mondd, hogy a rabszolgád vagyok. Nem. A rabszolgád vagyok. Nem. Korbácsolj meg. Majd hangol szét. Úristen, megharapott. Igen. Igen, a rabszolgám vagy. Az vagy, a rabszolgám vagy.